Eljutsz például Ausztráliába, és látsz egy más kultúrát, látod, hogy ők milyen hangszerekkel zenélnek, és eszedbe jut, hogy hogyan csempészhetnéd be te azt a saját zenétbe. És itt van például a latin zene egyre erősebb hatása a drum and bass-re. Brazília kedvencei most Marky és Patif, mindketten a V Recordsnál jelennek meg. Utazol és csak bámulsz. Tudod, én soha nem hittem volna, hogy a zenénk egyszer ilyen szintre jut majd el. Soha nem volt célunk az, hogy lehigázzuk az egész világot a zenénkkel. Sok ember, sok barát van mögöttünk. Mellette ma este Dynamite MC-zik, aki most épp fogalmam sincs, hogy hol lehet. Lehet, hogy fönt van a szobájában. És persze mellettünk van Crust, a zenésztársam a Full Cycle-nél, és DJ Seven, DJ Die, akik mind nagyon régi barátaim. De vannak új előadóink is. Itt van például T-Product és Search. Ők azok, akik nem csak zeneileg, de a barátságukkal is erősítik a csapatunkat. De tudni kell, hogy mi általában élőben játszunk. Van egy basszusgitáros, énekes, Anali, és a dobos, Bobby Mal. Mindannyian régóta dolgozunk a zene világában, de töretlenül azon vagyunk, hogy megmutassuk, hogy bennünk hogyan csapódik le mindaz, ami a zenében ma történik. És a kulcs szó még mindig az energia. De hangsúlyom, a zeném nem csak a sajátom, hanem egy teljes csapaté. You know, it's not just me, there's a whole clique of people. Arról szeretek beszélni, hogy mi fog történni a jövőről, és nem arról, hogy mi történt a múltban. What's going to happen rather than what's happened? I like to talk about things that are going on. Step to the rhythm made out of brown paper. Sounds that we bring are of a different nature. Rhythms get greater and the rhythms they get greater. Yes, another repertoire for the chaser. Nagyon sokféle zenét hallgatok otthon. A nagy kedvenceim még most is a régi groove zenék. Az én zenei gyökereim a gyermekkoromból erednek, amikor ezeket a jazz groove-okat hallgattuk a rádióban. De most például nagy kedvencem a Zero Seven nevű zenekar, és épp most kaptam meg az új Four Hero lemezt is, de ott van még Lucy Pearl, és szinte minden, ami a kezem ügyébe kerül. Rengeteg demókazettát is kapok, úgyhogy sok időt töltök a meghallgatásukkal, akár csak a menedzserem. Emlékszem, amikor a drum and bass zene beindult, hogy igazán Angliában, elmentem a partikra, és csak bámultam, hogy micsoda erő is van ebben a zenében, és hogy milyen kommunikáció tud kialakulni a DJ és a közönség között a partikon. És azóta is ezt próbálom létrehozni magam is. Azt akarom megmutatni nektek, hogy mit éreztem én akkor, mert ti sajnos nem láttátok, hogy milyen is volt az akkoriban Angliában, mondjuk úgy 96-ban. Ezt hozzuk mi ide a saját tolmácsolásunkban. Ezért jó az élő koncert, mert ott bemutatkozunk, mint DJ-k, előadók, zenészek. Van úgy, hogy négy DJ játszik egy MC-vel.
És ma este is, mint DJ, az élő koncert hangulatát próbálom majd visszaadni nektek. A táskám tele van új lemezekkel, a Represent csapat új dolgaival, úgyhogy meglátjuk, mi lesz. I got a lot of new records in my bag, some new Represent stuff. Let's see what happens, man. Én azt gondolom, hogy a jungle és a drum and bass zenei világa az egyetlen, amelyik a punk kultúrát képes volt átmenteni a mai zenékbe. És szerencsére Európa csak úgy ontja magából a jó zenéket. Az igazság azonban az, hogy már jó ideje nem játszottam, mint DJ, úgyhogy ezért is várom nagyon a ma estét. Én hiszem, hogy még annak idén a New Forms című lemezünkkel is sikerült egy új dimenziót nyitnunk a hip-hop számára is. Bahamadia, Dynamite, a beatboxolás, most igazából ugyanezt visszük tovább. Method Man, Mazelle és Dynamite is hozzáteszi a maga részét, ugyanúgy, ahogy az énekhang is meghatározó továbbra is a dalainkban. A hip-hop egyébként nekem a b-boy érzés miatt maradt nagyon fontos. Imádom a külsőségeit, mint a baseball sapka, a sportcipő. Szeretem, ha az emberek azt mondják rám, hogy igazi b-boy vagyok, mert a b-boyság arról szól, hogy megmutatjuk, hogy mit is tudunk. Én kíváncsi vagyok arra, hogy te mit mutatsz, és te is figyelsz az én produkciómra. A hip-hop egy eszméletlen módon szétágazó stílus lett mára, mert ott van a superstar hip-hop, aztán az underground hip-hop, de beleszól a country zene is néha-néha. A hip-hop meglep és megviccel, mert annyi féle ága létezik manapság, és én azt hiszem, hogy én igazából nem képviselem a hip-hop világát. Ez inkább csak a b-boy érzésből ered. De nem mondom persze, hogy nem szeretem a hip-hop zenét, de számomra a hip-hop túl szűk zenei világ lenne. Hey! Who told you could do that? Who told you you could do it like this? Who told you you could do it like who? Told you you could do it like this? Who told you you could do it like who? Told you you could do it like this? Who told you you could do it like who? Told you you could do it like this? Who told you you could do it? Who told you you could do it like this? You can't do it like this one. Már két lemez van a hátunk mögött, de abszolút nem úgy dolgozunk, mint a rockstárok, akik a karrierük alatt mondjuk 10-15 lemezt adnak ki. Mi egyfolytában, folyamatosan dolgozunk. Már majdnem kész van a harmadik lemezés, már csak a keverési munkák vannak hátra, de emellett tele van a táskám az új dalainkkal, amiket itt is tesztelek majd a ma esti partin, úgyhogy nagyon-nagyon kíváncsi vagyok a visszajelzésre. De a terveink közt igazi nagy koncertek is szerepelnek, akár csak az, hogy több nagy lemezt hozunk össze az új előadóinknak. Szóval rengeteg tervünk van még. Sőt, igazából úgy érzem, hogy a történet még csak el sem kezdődött. Igazából még semmi nem történt velünk. Még mindig ennek az izgalmas és nagyon hosszú út elején állunk. You know, exciting road. Rub,
A drum and bass akár sikeres, akár nem, ez abszolút nem befolyásolja az én sikeremet. Csak azért, mert a drum and bass világában váltam ismertté, nem jelenti azt, hogy más zenékhez nem is nyúlok hozzá. Én zenész vagyok. A neveket és a címkéket, a stílusokat nem én, hanem mások ragasztják rá a dalaimra. Ezt egyébként abszolút nem bánom, de én zenész vagyok, és producer. Az én munkám a zenekészítés. És azt hiszem, hogy én már rég kifejeztem a hálámat a drum and bassnek. De tudod, a számítógépemen lévő zenéket soha nem kategorizálom. Csak a sajtó és a lapok foglalkoznak a stílusokkal.